hogyha arra kellene számítani, hogy már mindig sikerül leszedben a világban. Advent idején a keresztény egyházak Krisztus eljöveteleit várják, és ebben az időszakban is számítkezünk azokra az évszámokra, amikor az egész emberiség bármi megváltva egyesülje. Azt mesélik, azt tudjuk a történelmből, hogy közvetlen Krisztus születés előtt az egész ismert világban volt egy nagy várakozás, egy felfokozott reményteljesség. Mindenki érezte, hogy valami kell kijönnie. És ahogy az írás mondja, amikor eljött az idő teljessége, akkor megszületett a megváltó. Magyarán úgy mondanánk ezt az idő teljességét, hogy amikor minden összeáll. Azt gondolom, nem vagyok egyedül vele, aki úgy érzi, hogy most is az egész ismert világ, az egész emberiség nagyon vár valamire. Mindannyian nagyon várunk valamire, egyfajta megváltásra, egyfajta megkönnyebbülésre, felélezésre, pandémiákra fenyegetve minden napjainkat. Ebben a fenyegetettségben kezdjük el az új egyházi évet, és várjuk a karácsony. Köszönjük szépen. Most pedig szeretném fölkérni Bence Imre lelkész urat, a budavári gyülekezet lelkészét adventi gondolatainak megosztására, illetve advent első lángjának meggyújtására. Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket advent első vasárnapján, amelynek az igéje Zakariás próféta könyvéből így szól hozzánk: királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Valóban a Krisztus előtti korban feszült várakozásban vágytak az emberek valami újra. És most megint itt van advent, az egyházi eszendő eleje, új kezdet. És mi meggyújtjuk az adventi koszorú első gyertyáját. Ahogy vasárnapról vasárnapra egy-egy gyertyát meggyújtunk, úgy rajzolódik ki előttünk az, hogy növekszik a fény. Mintha egy lépcső lenne előttünk, hogy haladunk karácsony felé. De vajon merre vezet ez a lépcső? Az első adventi koszorút Wichern német lelkész állította Hamburgban, egy árvaházban, ahol 24 gyertyát helyezett a koszorúra azért, hogy a árva gyerekek abban a reménységben legyenek, hogy növekszik a fény. Mi csak 4 gyertyát gyűjtünk meg, és úgy készülünk a karácsonyra, mintha ezek a lépcsők felfelé vezetnének. Mert úgy gondolkodunk, hogy az advent az valahol ott az ünnepben csúcsosodik ki, karácsonyban csúcsosodik ki, és megyünk, haladunk fölfelé a csúcson. Közben arra is rádöbbelhetünk, hogy úgy tűnik, hogy ez a lépcső lefelé megy. Mert valójában arra hív bennünket advent, hogy egy kicsit több önvizsgálattal, egy kicsit több önfegyelemmel, karácsony előtti bőjtel éljünk. Ezekben a napokban ez talán fokozottan él a szívünkben. Lefelé vezetnek ezek a lépcsők, nem az ünnep csúcsához, hanem egy olyan helyzetbe, amikor a lelkünk mélyére jutunk, amikor arra ébredünk rá, hogy abból a mélységből, már magunk erejéből nem tudunk szabadulni, megváltóra van szükségünk, és nincs más, mint a kiáltás az ősi adventi ének szavaival: jöjj népek megváltója.
Van, aki felfelé indul ezen a lépcsőn, az ünnepi csúcs felé. Van, aki pedig lefelé indul ezen a lépcsőn, a mélységbe, hogy kiálthasson, jöjj népek megváltója. De azt tudjuk, hogy ez a lépcső, ez olyan, amelyen az Úr jön felénk, és ő most is meg akar gazdagítani, meg akar áldani, vigasztalni, és reménységet akar adni nekünk. Az első gyertyalángja égjen tehát ezen a héten, és az Úr reménységére hagyatkozzunk. Isten velünk. Köszönöm szépen Bence Imre kedves szavait. Most pedig következik a koncert, amire nagyon vártunk. Dress Mihály és Lukács Miklós jazzzenészek koncertje. Nagyon jó szórakozást kívánunk Önöknek. Sok szeretettel köszöntünk minden érdeklődőt advent első vasárnapján. Bemutatnám a kedves barátomat, nagyszerű cimbalomművész Lukács Miklós. Jó magam pedig Dress Mihály vagyok. Hallgassák szeretettel a zenénket. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Köszönjük szépen a figyelmet. Még befejezésül egy kompozíciót játszunk el, pontosabban egy népzenei dallamot Moldvából. Szépen Lukács Miklósnak és Dress Mihálynak ezt az egészen csodálatos, szép adventi koncertet. Önöknek a figyelmet köszönjük, és jövő vasárnap 4 órakor újra találkozunk itt a Kapisztrán téri Városház aulájában. Az Orfeó zenekart fogják hallani. Viszontlátásra! Köszönjük.